Új szolgáltatás jelent meg a GIA állami alkalmazásban. A munkájukat elveszített ukrán állampolgárok ezentúl az alkalmazáson keresztül is kérhetik a munkanélküli státuszt. A vonatkozó határozatot az ukrán miniszteri kabinet is elfogadta. A rendelet szabályozza a munkanélküliek nyilvántartásba vételét és a segélyek folyósításának ütemét. Az állampolgárok az állami foglalkoztatási osztályon is rendezhetik a regisztrációt, és kérhetik vagy megszüntethetik ugyanezeket a jutásokat. Az alkalmazás leegyszerűsíti az eljárást, és több munkanélküli számára teszi lehetővé az állami támogatás igénybevételét. A háborús időszakban különösen fontos, hogy a munkájukat elveszített állampolgárok mi hamarabb állami támogatáshoz jussanak, nyilatkozta a digitális fejlesztésért felelős miniszterhelyettes Ihorgya Gyura. A tisztviselő szerint a vállalkozások bezárása is nehezítette az állampolgárok megélhetését, ezért most elsődleges feladat, hogy mindenki munkához vagy támogatáshoz jusson.